Sziasztok! Nem is olyan rég megjelent az 1.12, és ebben egy igen-igen nagy változtatás került a játékba, a function parancs, ami azt tudja, hogy file-ból, egészen pontosan itt van, .mcfunctionfile-ból kiolvassa a parancsot és lefuttatja. Pontosabban parancsokat, ugyanis több parancsot is lehet beleírni, minden egyes sor egy-egy parancs. És hát ez azért nagyon jó, mert a commandokkal szemben sokkal átláthatóbbak a rendszerek, könnyebben szerkeszthetőek, könnyebben lehet bennük keresni, meg... Szóval így maga a rendszerek kezelése, kialakítása lesz sokkal egyszerűbb. Ebben a videóban meg fogom mutatni, hogy hogyan kell használni ezt a parancsot, hogyan kell ilyen fájlokat létrehozni, tehát mutatok egy példát. Az oldallal kezdtem, mert nem szeretnék semmit kiadni, úgyhogy ezt most gyorsan átfutjuk, hogy mik vannak itt írva, aztán pedig mutatok egy példát. Szóval a function parancs ugye arra jó, hogy mc function fájlokból kiolvassuk a parancsot. Ez aktuális világnak, a datának a functions mappájába kerül. Mutatom is, ez most itt nekem a saves mappa, itt látjátok fönt, pont Minecraft saves, itt vannak a pályáknak a fájai. Én előre létrehoztam egy világot, azzal a névvel, hogy function parancs. Ide belejövünk, itt ugye a data mappa, és azon belül a functions, és ide kell létrehozni. Van benne egy olyan trükk, hogy mindenképpen egy mappába kell rakni, tehát ide nem lehet mindjárt a fájlokat létrehozni, mert nem fogjátok tudni lefuttatni, kell egy fő mappa. De akár lehet persze több mappa is, de a lényeg, hogy a fájloknak ezen belül még mappában kell lenniük. Itt írja is, hogy így tudunk rájuk hivatkozni, namespace 2-es pont, és akkor a mappák, és ebből a namespace, ez az a mappa, amit mondtam, amit létre kell hozni, mindenképpen bele kell rakni, különben azt fogja odaírni elő, hogy Minecraft, és nem fog működni. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk írok egy olyan fájlt, aminek az a neve, hogy kiskutya. És ha csak annyit írok, hogy kiskutya, és nem írok elé valamilyen namespace 2-es pont, tehát nem rakom semmilyen mappába, csak úgy ott van a functionsban, hogy kiskutya, akkor a játék az elé fogja írni, hogy Minecraft 2-es pont kiskutya, és így nem fogja tudni lefuttatni. Ezért bele kell rakni egy mappába, nem tudom, mondjuk házi állat. Itt a functions mappában egy ilyen mappa, hogy háziállat, azon belül pedig ez a kiskutya fájl, és akkor erre a játékban úgy tudunk hivatkozni, hogy háziállat 2. kiskutya, és ezt már le fogja tudni futtatni. De ezeket a mappákat lehet tovább mélyíteni, tehát még a háziállaton belül berakhatom még mappákba, mondjuk berakom egy emlős nevű mappába, és akkor az lesz, hogy háziállatok 2. emlős per kiskutya. És természetesen így tovább perjelekkel, hogyha még mélyebbre rakjuk a könyvtár struktúrában. Ha a fájlokba írtok ilyen hashtaget, ezt a karaktert nem kell bemutatni, mindenki nagyon jól ismeri, az a comment, ez azt jelenti, hogy azt a sort nem fogja lefuttatni, ez ilyen hozzászólást, vagy hogy is mondjam, jegyzeteket tudtok írni a parancsba, hogy mondjuk ilyen blokkokra osztjátok, és írtok el egy ilyen hashtages valamit, hogy ezek a parancsok azért felelnek, hogy nem tudom, mondjuk ez a bolt. És akkor van alatt a 10-20 parancs, és legközelebb, hogyha kerestek valamit, gyorsabban megtaláljátok, mert ott van ez a kis jegyzet, ez segít eligazodni. Amíg nagyon állat a dologban, ami nagyon tetszik, hogyha valamit alakítotok a fájlokon, valamit módosítotok, utána nem kell az egész pályát, vagy az egész játékot újraindítani, csak lefuttatjátok ezt a per reload parancsot, és ez azt tudja, hogy újra beolvassa ezeket a fájlokat, és akkor onnantól kezdve ugye a módosítások érvényesek. A functionnel kapcsolatban jött egy új game rule, ez a max command chain length, ez azt jelenti, hogy egy fájlból maximum hány sort futtat le. Egyébként az alap értelmezett valami 60 000 valamennyi, ha jól emlékszem, szóval nem hiszem, hogy ezt nagyon ki fogják maxolni az emberek. Igazából nem tudom elképzelni, hogy ezt miért húznád lejjebb, mondjuk van egy 10 soros fájlod, és azt mondod, hogy hát ebből csak 5-öt futtasd, tehát ez így miért jó? Maximum, hogyha növelni akarod a határt. Én nem tudom. Én azt mondom, hogy ne csináljatok olyan rendszert, ami magában a game rule-t így változtatja. Ez csak bonyolítja a rendszert, nehezebben átlátható lesz. De hát ki tudja, még nagyon friss a dolog, lehet, hogy valahol van gyakorlati haszna. A command blokkokban ugye volt ez a 32500 karakteres limit, itt most nincsen. És itt is nagyon gyorsan futtatja a parancsokat egy tikken belül. Van egyébként egy másik game rule is,
Itt van, ez a game loop function. Ez azt tudja, hogy ha ennek megadtok egy function-t, az folyamatosan fogja futtatni. És egy kanapán nyilván ezt fogod használni, és nem a játékos fogja bepityögni, hogy most ezt a function-t futtasd. Itt közében van egy példa arra, hogy itt a relatív koordináták hogyan működnek, és csak erre az executor dologra vonatkozik, nem arra, hogyha ez a game rule futtatja. Tehát ez a példa azt mondja, hogy a relatív koordináták mindig onnantól érvényesek, ahol volt a játékos, illetve az entitás a function futtatása pillanatában. Tehát mondjuk ez a három parancs van a functionben, az egyik az elteleportálja a játékosokat. Oké? Aztán lerak egy emerald blokkot, de ezt az emerald blokkot az alá a hely alá rakja, ahol a játékos futtatta a function parancsot. Nem az új helyére, ahova teleportált, hanem ahol el lett indítva ez a fájl. És az utolsó parancs pedig lefuttatja minden játékos, hogy rakjon maga alá gyémánt blokkot, ez viszont az új helyük alatt lesz, hiszen ez egy másik parancs, amit velük futtatok le. Na most, ha a game rule-al futtatom a parancsot, és abban vannak relatív koordináták, az a 0-0-0 koordinátától értendőek. A function parancsnak még vannak ilyen paraméterei, hogy lehetnek írni olyat, hogy if vagy unless, és utána egy selectort, ezek feltételek. Egy selectort adsz meg neki, nem tudom, játékos, vagy valamilyen mobot tesztelsz, és csak akkor futtassa le azt a fájlt, hogyha az a feltétel teljesül, tehát hogy az a selector talál valamit, illetve a másik esetben, hogyha nem talál olyat. Igazából nem sok hasznát látom ennek a résznek, ugyanis hát egy pályán, egy kalandpályán nem fogod ezeket használni, hanem a game rule-os változatot, ott abban pedig nincsen ilyen. A másik futtatási lehetőség ugye a game rule, amit mondtam, a game loop function, ez minden tickben futtatja a parancsokat, egyszerre több fájlt is így elindíthatunk ezzel a game rule-lal. De igazából én még nem próbáltam ki, mi van, hogyha mondjuk van két ilyen fájlom, és elindítom őket, akkor vajon milyen sorrendben megy rajtuk végig. Én azt hittem, hogy ABC sorrendben, nem tudom, talán egyszer majd kipróbálom. Ja igen, és van még egy lehetőség, hogy futassunk functioneket, az advanced menteknek lehet megadni azt, hogy ha sikerült, akkor futtassa le valamelyik fájlt. Itt látjátok, hogy a rewards tagbe kell megadni egy function fieldet, és annak megadni ezt az útvonalat. Igazából még nem próbáltam ki, ez az advancement is nekem nagyon új. Most itt megnyitottam az oldalát, és ha megnézitek, egy kicsit lejjebb tekerek, itt vannak, hogy milyen advancementek vannak, és itt van az MBT, hogy miket lehet neki megadni. Tehát lehet csinálni ebből ilyen sajátokat, és ezt is a pályának a mappájába kell belerakni a data per advancements folderbe, ezt még sosem próbáltam ki. Valószínűleg lesz majd egy másik videóról, hogy ezt hogyan kell használni. Nagyon érdekesnek tűnik egyébként, főleg úgy, hogy lehet vele parancsot is futtatni, hogyha sikerül elérni. Úgyhogy szerintem kalandpályákon tök jó ki lehet ezt használni, jó dolgokat lehet becsinálni. Na de akkor a sok elmélet után most lássuk ezt gyakorlatban. Itt van az a világ, amit mondtam, ez a function parancs, azt hiszem ez a neve. És akkor legyen a flame, itt ahol ez a blokk van, és sose tudom a szintaktikát, úgyhogy most megnézem. Igen, igen, utána a kiterjedése. A sebesség és a darab szám az, hát nem kell sok, legyen 2. Így. Viszont el kell lassítani, nem fogom látni. Így. Na, kiütöm ezt a blokkot, és akkor így ez. Tehát ott égni fog majd a tűz a levegőben. Majd ez a parancs kell nekem. És ezt fájlba fogom futtatni. Szóval itt vagyunk a functions mappába, amit mondtam. Ugye létre kell neki hozni egy mappát, remélem azt nem kell magyarázni, hogy kell mappát létrehozni, de most láttátok, és akkor legyen mondjuk ez az effektek. Na most miért létrehozom így kézzel ezt a fájlt, mutatok egy nagyon jó programot, amit ajánlok mindenkinek a figyelmébe. Ennek a programnak az a neve, hogy Visual Studio Code. Ez egy ilyen jó kis projektszerkesztő, egy ilyen fejlesztői környezet, pont arra van kitalálva, hogy így kényelmesen lehessen szerkeszteni szöveges fájlokat. A program teljesen ingyenes, beírjátok a keresőbe, mindjárt ott lesz, letöltitek, feltelepítitek, és van benne egy olyan nagyon király funkció, amit én nagyon szeretek, hogyha elmentek egy mappába, így megnyitjátok valamilyen fájlkezelővel, nyomtok egy jobb gombot, akkor ott lesz a gyors menüben, hogy Open with Code. És akkor ezt a mappát, ahol épp állok, azt így megnyitja a programban. Most rá is nyomok.
és itt is van. Itt bal oldalt van egy ilyen sáv, ahol a könyvtárokat mutatja, ez egyébként átméretezhető, és jobb oldalon pedig mutatná az épp megnyitott fájlt. Most ugye ez az effektek mappa van csak itt. Itt fönt mutatja ugye, hogy mi volt az a hely, ahol megnyitottam ezt a, hát mondjuk projektet, és ugye alatta pedig az almappák. És akkor van itt egy effektek, ebben létrehozok egy új fájlt, jobb gomb, new file, és akkor legyen ez a flame.mc function, enter. Jött valami update, ezt most nem szedem le, itt minden oldalt meg is nyitotta, egyenlően tök üres a fájl. És most ide bemásolom azt a particle parancsot. Így ni. Egyébként nem kötelező a pár, azt is elhagyhatom. És a komment az úgy néz ki, hogy hashtag, és mondjuk ezt nyilván nem fogja lefuttatni, mert ott van a hashtag. Azért menteni is kell, itt ilyenkor mutatja egy ilyen kis pötty itt a file neve mellett, hogy nyomjak mentést, Ctrl S. És most nézzük meg a játékban. Ez ugye a per function, effektek, kettős pont és flame. Ugye? Na most ez így nem fog működni, mert nem nyomtam még reloadot, és ki is ír, hogy nem talál ilyet. Úgyhogy megnyom azt, hogy per reload, oké, és most a flame-et, és ott volt. Ezt ugye csak egyszer futtatja le, mert chaten indítottam el, de azt akarom, hogy folyamatosan ott legyen a tűz, folyamatosan futtassa a parancsokat. Ez ugye a game rule, game loop function, és akkor utána az elérés, effektek, kettős pont, flame. Szóval én ezt most így elindítom, beállítom ezt a gimbalt, és folyamatosan fogja futtatni nekem azt a fájlt. És ez így tök jó. És most megmutatom azt, hogyha mondjuk változtatok a fájlon, és utána nyomok egy reloadot, akkor ugye azonnal megváltozik. Mondjuk legyen ez a láva. Úgyhogy átjövök ide, itt nyomok egy ilyet, hogy láva. Elmentem. Itt egyelőre még mindig ez a flame-es dolog van, úgyhogy nyomok egy per reloadot. Puff. És már a lába van. Ez igen. Na, visszacsináltam flame-re. Megmutatom azt a gamebolt, amivel meg lehet határozni, hogy hány parancsot futtasson le a fájlból, bár én nem sok használt látom, de a teljesség kedvéért ezt is megmutatom. Mondjuk csinálok ebből a tűzből még kettőt, csak nem itt fogják, hanem most három tűz van, és mindig egy blokkal feljebb. Most még ugye a lávás effekt van, úgyhogy reloadolok, és ott is van a három tűz. Na, és most mondjuk azt mondom neki, hogy game rule, és max command chain length. Ezt most így lefutatom, hogy kiír az aktuális értéket, 65537. És én ezt mondjuk megváltoztatom egyre. Akkor másik kettő szépen elmúlik, most csak az első sort futtatja. Ha átírom kettőre, akkor már az első kettőt. És ez így tök jó. De szerintem tök fölösleges, úgyhogy visszaírom 65000-re. Így. Még két dolgot akarok mutatni, ami most így eszembe van. Az egyik a relatív koordinátás dolog, a másik pedig az, hogy a function fájlban is tudunk lefuttatni function parancsot. Mondjuk az egyik tüzet, azt nem itt, hanem relatív koordinátákat írok, itt valahol futtassa le. Ezt így elmentem, vissza a játékba, per memory swipe, reload, és akkor ugye az utolsó, az most nincs itt, az van valahol. Ugye mondtam, hogy ez a 0-0-0-ban van, tehát ez itt van. Mutatom is, ide jövök, és megnyom az F3-at, ott vagy XYZ, és akkor 0-0-0. És ugye a másik dolog az, hogy itt a fájlban is tudok function-t elindítani. Tehát mondjuk itt maradjunk az effekteken belül, itt csinálok egy másik mappát, jobb gomb, new folder, ez mondjuk legyen egy lávában, és mondjuk azon belül van a file, az pedig szintén láva. Ja igen, csak a formátumot hagytam ki, és így most jól látszik, hogy a megnyitott fájlokat itt tabok segítségével tudom áltogatni, ebből kimásolok egy effektet, ezt kimásolom és ide beillesztem, és ez mondjuk láva lesz, csak ez mondjuk egyel arrébb, így elmentem, ne felejtsetek el menteni. És aztán ebben a parancsban mondjuk itt a legvégén ezt is lefuttatom, ez ugye úgy fog kinézni, hogy function, és akkor az elérés. Effektek, kettős pont, láva, per láva. És aztán mentés. Egyelőre még nincsen nagyon sok fájl, még nem lehet úgy átérezni igazán, de szerintem már elképzelhető ennyiből, hogy miért kényelmes ezt a programot használni, mert így mutatja a mappákat, így könnyen lehet benne navigálni, le tudom nyitni, be tudom csukni a mappákat, meg sok hasznos apró funkciója van egyébként. Mutatok még egyet, itt van ez a gomb, ez a nem is tudom, ez a ketté felezett ablak.
Hát igen, ez tudja, hogy így kettőben nyitja meg. És ennek mondjuk úgy van értelme, hogyha nem ugyanaz a megnyitva, tehát így egyszerre most két fájlt látok, de ezt még lehet fokozni, most már háromba és így tovább. Jó, szóval van ez a flame, ezt futtatom én folyamatosan, ezeket az effekteket lefuttatja, és aztán indítja ezt a lava fájlt. Visszamegyek a játékba, csak egy reloadot kell futtatnom, és ott van. Meg hát ugye a többi effekt is ugyanúgy megvan. Na mondjuk ebben az esetben már látom értelmét ennek az if vagy unless dolognak. Mondjuk csináljunk egy olyat, hogyha ha van kidobott tárgy, akkor futtassa le. Sőt, csinálok még egy fájlt. Az egyik akkor fut, ha van kidobott tárgy, a másik akkor fut, ha nincs kidobott tárgy. Akkor ezt mondjuk csináljuk úgy, hát maradjunk az effekteken belül, de csinálok egy másik mappát, az azt nem hogy tárgy, és azon belül lesz két fájl. Az egyik a vantárgy.mc function, a másik pedig, ha nem fogjátok kitalálni, nincs tárgy. A MC function. Igen, én reflexből hosszú ékezetes karakterek nélkül írom. Lehet, hogy a játék elfogadja, nem tudom. Én szeretek biztosan menni, és inkább nem használok hosszú ékezeteket. Maradok az effekteknél, mert ez már megvan írva. Mert azok már megvannak írva. Ilyen effekt van még. Mondjuk az egyik a hurt lesz, a másik pedig a note. Sőt nem, ha van tárgy, akkor hurt. Ha pedig nincs, akkor az angry villager. Mondjuk itt lesz. És akkor is set blokkal kimásolom a koordinátákat. Másik. Ja igen, és akkor mentjük. Ezt is mentjük. Illetve itt a file menüpont van egy ilyen save all, és akkor, hogyha több fájl szerkeszthetetek, mindet elmenti. Megvannak ezek, mert csak a function kell. Hát mondjuk ide utána az olyan, hogy function. Mivel egyszer már leírtam, a program okos és felajánlja nekem. Oké, és effektek. Igen, úgy van. Azon belül tárgy. Van tárgy. Aztán ha, és akkor írom a selectort, kukac e, type egyenlő, item. És akkor ezt másolom, mert csak pár módosítás kell, mert ez unless, ez pedig nincs tárgy. Egyre nem írtam olyan hű de hosszú parancsot, de szerintem azért már így lehet érezni, hogy mennyivel kényelmesebb. Pikpak lemásoltam egy parancsot, és azonnal... és sokkal gyorsabban átszerkesztettem, vagy mondjuk megváltoztatom ezt az effektek mappát. Akkor nyomok egy Ctrl F-et, itt van a Find, de bírom, hogy effektek, így effektek, és van itt egy kis nyilacska, erre rányomok, akkor beírhatok ide valamit, hogy mire cserélje le. Mondjuk arra, hogy effekt. És akkor az összeset, amit itt kijelöl, azt erre fogja lecserélni. Erre kell rányomni, hogy replace all, és most már effect, mert mondjuk átírtam a mappa nevét. Ez így a command blokkokkal úgy néznek ki, hogy végigmegyek az összes command blokkon, amiben a parancsot meg akarom változtatni. Például ez is egy nagyon hasznos funkció, de ezt most visszavonom. Így ezt elmentem, és elvileg ez akkor fog futni, mert ha van tárgy, hogyha van egy kidobott tárgy, a másik pedig pont akkor, hogyha nincsen. Ezt kiütöm, nyomok egy reload, nem resize, vagy reloadot. Hát most nincsen tárgy, felhők vannak, kidobom a tárgyat, szívecskék vannak. Szóval tulajdonképpen most így útközben is rájöttem, van értelme ennek az if unless-nek. Igen, ezt execute-tal is végig is meg lehet csinálni, mert az if-es rész, az unless-eset már egy fokkal nehezebben, mármint több parancsal, de azt is meg lehet csinálni simán. Az nem mindegy benne, hogy ott az execute-ban ugye a relatív koordináták helye, akkor onnantól számolandó. Viszont, hogyha if-et meg unless-t írok, akkor a relatív koordináták ugye ott lesznek a nulla nullában. Felveszem a tárgyat, akkor megint felhő van, most szomorú. Jaj, de jó, van tárgy, nincsen tárgy, jaj, de jó, van tárgy. Szóval ez lett volna a function tutorial, így az alapokat megmutattam. Igazából csak annyit ad ugye a játékhoz hozzá, hogy más helyen futtatod a parancsokat, de ugyanazok a lehetőségek vannak. Jó, mondjuk igen, azok is kiestek, hogy például nincsen komparátor, meg ilyesmi, azt máshogy kell megoldani, de minden megoldható. Ugye korábban volt olyan tutoriálom, hogy hogyan tudod azt érzékelni, hogyha nem fut le egy parancs, tulajdonképpen az unless az, ami segít ebben, ha tudod selectorhoz kötni, hát ha pedig nem, hogyha valamilyen blokkot kell tesztelni, vagy ilyesmi, azt már kicsit máshogy kell megoldani. Az a baj, nem tudok sajnos konkrét példákat, mert ez nagyon új, nekem sincs sok tapasztalatom,
Megmutattam az alapokat, innen ebből már el lehet indulni, lehet kísérletezni, én is azt fogom csinálni. Szóval nekem nagyon tetszik ez az új dolog, látjátok, egy darab command block nincsen, ha pedig ezen akarok módosítani, megnyitom a VS kódot és itt van előttem minden. Nagyon jó érzés szerkeszteni egyszerűen. Fájlokra is tudom osztani, hogy logikailag is átlátható legyen a szerkezet. Tök jó, úgyhogy ne féljetek tőle, ti is kísérletezzetek, és szeressétek meg. Szíveskék mindenhol. A kézikönyv óvjon.